Az én felkérésem arra szólt, hogy nagyon röviden, maximum 5 percben egy megnyitót mondjak, és a szakmai előadások majd ezt követik. Természetesen egy 101 éves bányász szakszervezetben is, ennek a közösen összeadott székházában, hiszen ez a székház a bányászok filérjeiből épült a II. Világháborút követően, arról kell talán az első gondolatot elmondanunk, hogy mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon az ásványi nyersanyag hasznosításra kerüljön, és nagyon sokat tettek azért, hogy Magyarországon a gazdasági fejlődés meginduljon, köszönetünket kell kifejezni, és ebből következik a második gondolat, hogy aki azt hiszi, hogy az ásványi nyersanyagok hasznosítása nélkül lehet gazdasági növekedést elérni Magyarországon fenntartható módon, az téved. Az ásványi nyersanyagok hasznosításánál figyelembe kell venni azt, hogy Magyarország körülbelül közepesen ellátott országok közé tartozik, valamiben gazdagok vagyunk, valamiben szegények. És amiben Magyarország gazdag és gazdag is volt, és nagyon sok munkavállalót foglalkoztatott, nagyon sok munkásnak adott kenyeret, hogyha tetszik a klasszikus megfogalmazás, az az időszak volt, amikor a szén hasznosítása egyrészt az előművekben, másrészt a lakosság fogyasztásán keresztül megvalósult. 1964-ben még több mint 100 000 dolgoztak csak a szénbányászatban, nagyon sokan akkor az olajiparban, a gáziparban kezdték meg a munkát és a tevékenységet, és amikor következett, hogy egy kicsit kapcsolódjak a folyamatokhoz, a rendszerváltoztatás, akkor már egy gyengébb foglalkoztatás volt, hiszen méművelésű szénbányák egy részét már akkorra bezárták. Ugyanakkor azt hittük és abban reménykedtünk, hogy a tőke befektetésekkel modernizációs folyamatok mennek végbe, és új munkahelyek is keletkeznek ennek kapcsán. Nagyobb hozzáadott értékű munkát tudnak majd végezni az általunk képviseltek. Ennek sajnos egy rendkívül nehéz időszaka következett. Napjainkban bezárják az utolsó méművelésű szénbányát. Ezt a szénbányát már nem lehet megmenteni, hiába gondolják sokan, hogy igenis logikus lenne, mert úgy elköteleződött egy állami támogatás felvétellel, hogyha nem történik meg folyamatosan a bezárás 2018-ig, több mint 40 milliárd forintot kell visszafizetni az Európai Uniós és a hazai vállalat jogszabályok alapján. De nyugodt szívvel mondom, hogy amikor importszeret akarnak behozni, attól sokkal jobb lett volna, ha a Márkushegyi bányaüzem tovább működik, és munkát tud adni az ott jelenlévőknek. Mi ebben a teremben és itt a környéken kidolgoztunk egy programot, ami arról szólt volna, hogy újabb mélyművelésű szénbányákat kell nyitni, elsősorban Észak-Magyarország területen. Aki ismeri, Kazincbarcika mellett Tardonán és Dubicsány került még szóba, és a gépi berendezéseket, illetve azt a szaktudást, amit itt felhalmoztak a bányából, szerettük volna hasznosítani. Sajnos az következett be, hogy nem valósul ez meg, nem indult el ebbe a gondolkodás. Én ezt nagyon sajnálom, mert Magyarországon, és akkor itt zárom ezt az első blokkom, eltűnik egy mélyművelésű szénbányászati szakma kultúra az összes tudásával és gépi berendezésével. Sajnos ez nem egy jövőorientált folyamattá vált ki. Sokkal többet tud tőlem is kiváló szakértő és nagy tisztelője van a Holoda Attilának, aki majd biztosan részletesen szól a szénhidrogénipari változásokról. Én ott annyit tennék csak hozzá, hogy munkahelyek számában semmilyen növekedést olyan módon nem tapasztaltunk az elmúlt időszakban, ami hozott volna új lehetőségeket számunkra, és nagyjából ezt tudom elmondani a bányászat többi ágazatára is. Kivéve talán az úgynevezett agregát, az építőanyag, kőkavics bányászat területét, ahol voltak munkahely bővülések, és elsősorban az európai pénzek felhasználása kapcsán van lehetőség arra, hogy hasznosuljanak a magyar ezirányú nyersanyagok és a bányászat folytatódja. Az uránbányánk bezárt, jelenleg a rekultivációs folyamatok történnek. Különböző hírek jöttek bánya nyitásokról. Én erre azt szoktam most már egy mondattal mondani, hogy kommunikációs bányák már nagyszámban születnek Magyarországon.
De jó lenne, hogyha valós munkahelyek is születnének. Az energiapolitikáról pedig nagyon röviden három gondolat. Az első, hogy minden energiapolitika három dologra épül: ellátásbiztonság, hozzáférhetőség, tehát az ár kérdése, és a környezetvédelmi szempontok. Ezeknek vannak különböző elágazása is, mindig valamelyik másik kap dominanciát. Egy biztos, hogy környezetbarát módon kell előállítani a villamos energiát, de az, ami ma történik, hogy 30-40%-ban már importból származik a villamos áram, és a hazai termelési lehetőségeink folyamatosan beszűkülnek, ezt nem lehet fenntarthatónak mondani, mert Magyarország ellátás biztonsága van már veszélyben. Kapacitásainkat meg kell újítani, új erőművekre van szükség, ezért szerintünk, a bányász szakszervezet szerint bűn volt, hogy a Mátrai erőműnél az új blokk építését az Orbán kormány első intézkedései alatt megállította, mert ez egy fenntartható, biztonságos energiaellátást jelentett volna, ráadásul a környezetvédők számára jó hír az lett volna, hogy 1 millió tonnával kevesebb széndioxid kibocsátást valósult volna meg. Tehát egy fenntartható, ipari vertikumszerű működés van ott, ez került most ezzel veszélybe. És a záró mondatom, hogy én mindenkinek azt kívánom, hogy Magyarországon legyenek átlátható viszonyok, legyenek tisztességes viszonyok, legyen az államigazgatás olyan minőségű, ami segíti a folyamatokat, így többek között a munkahely teremtést a bányaiparban is, legyenek olyan kapcsolatrendszerek, amelyek egymás toleráns elképzeléseit, vagy bocsánat, egymás elképzeléseit toleránsan próbálják majd a gyakorlatban is megvalósítani, és végre legyen egy tiszta demokratikus közeg, ami segítheti a közös gondolkodás eredményességét. Ez kell a mi iparágunkban is, mert itt hosszú távú döntések születnek, itt nem lehet napi döntéseket hozni, és ha ez megvalósul, ha van egy átlátható ásványi nyersanyag politika és ehhez kapcsolható készletgazdálkodás, akkor lesznek munkahelyek a bányászati területen is, az energiaiparban is, és ezek fenntartható, tisztességes munkahelyeket adhatnak. Ez a reményem, mert ezzel szeretném befejezni. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok sikert kívánok Önöknek. Elnézést kérek, én úgy volt, hogy itt ma nem vagyok itt, mert egyéb más elfoglaltságaim vannak, de mivel észrevettem, hogy az oldalt többen, hogy kísírták a nevem, ezért úgy tartottam tisztességesnek, hogy eljöjjek. De megígérem, hogy ha legközelebb egyeztetünk is tudok jönni, akkor hosszabb ideig itt tartózkodom. Köszönöm szépen, jó szerencsét! Hát nagyon köszönjük, és akkor én tényleg pont erre szeretnék reflektálni, hogy ugye ez egy sorozat, amit most rendezünk, egy 10 tagból álló sorozat, ez az energia része. És minden egyes témánál ugye 3 dolgot szeretnénk tisztázni. A Rabbi Ferenc tulajdonképpen nagyon jól leírta. Az első, hogy szeretnénk egy új olvasatát adni a rendszerváltásnak. Az általános, a mainstream sajtóban, ami megjelenik, az az, hogy a rendszerváltást, hú, hát itt mindenki nagyon örült neki. Most teljesen egyértelmű, hogy ez nem így volt. Mind akik idősebbek és megéltük, azok tudjuk, hogy egy csomó ember szeretett volna valamit mondani, de lehetőségesen volt arra. Tehát ez a nagyon demokratikus, a kikiáltott folyamat, az egyáltalán nem volt egy demokratikus folyamat. Ezért most mi szeretnénk, és úgy szerveztük meg, hogy legyen legalább 2 előadás, akik végigélték, hogy a bánya bezárások hogy történtek, és ők személy szerint ezt hogy érték meg, és a környezetük hogy érte meg. De ugye a Rabbi Ferenc is mondta, hogy ez nem fenntartható. Tehát az a helyzet, ami kialakult, amit mi ugye makrogazdaságilag látunk, hogy teljesen elnyomorodik a lakosságnak egy nagyon jelentős része, az energia bánya oldalon úgy jelent meg, hogy egy csomó bányát bezártak, aminek nem lett volna nincs értelme bezárni, és nem lehet importra építeni, mert gazdaságosság címén nem gazdaságos döntéseket hoznak. Tehát az egyik, hogy újra olvasni azt, hogy mi történt, aztán szeretnénk, és ez ugyanez a mai helyzetet, amire a Rabbi Ferenc is írta, hogy 30-40%-os import energiából élünk, hát milyen dolog az, és valami jövőképet mindig szeretnénk kialakítani, hogy egyáltalán milyen jövőképet van.
És hát akkor kérném a következő előadót, a Nagy Istvánt, aki ugye az Egercsehi szénbánya bezárásáról fog beszélni. István, menjen oda a pulpitushoz. Nagyon kérem a tisztelt hallgatóságot, hogy ne várjadok tőle, várjatok tőle profi előadást, hiszen én nem vagyok műszaki vezető, nem vagyok irányító, szerveket a képviselő, egyszerű munkás ember vagyok, aki kérdített a pálya bezárásra. 38 évet lehúztam egy Segercseiben, dolgoztam bányánál, bányában dolgoztam gépőhendben, mert én gépőzeti fogom dolgoztam a kötélpályát. De nagyon ismertem a bányászok sorsát, sokat voltam ment minden esetben, 1951-től 59-ig jártam az Egercsei bányát, Csínyát, Dinnyát, rossz és jó tulajdonságot megismerve. Előzetesen arról kívánok beszélni, hogy végeredben mi is az az Egercsei, hogy született Egercseibe szénbánya, csak egy néhány gondolatban. Mintegy 120 évre tekintett vissza Egercsei és környékének bányászata, már az 1880-as években is a környéken Egerbocson, Bátorba, Bekőci, Munorbélbe voltak kisebb bányafúrások, vállatokat hajtottak, ahol kézi, kézzel és meg egyéb módszerekkel szinte néhány bázsát, majd később néhány tonnát termeltek. Ezt követően a 1907-ben, amikor fölmérték azt, hogy mekkora szénmező van, és jó minőségi, több mint 4000 kalóriás szén van Egercsei környékének a határában, ezért a Belicki Egercseinek a mi úgy hívtuk, hogy nagyságos úr, vagy úgy szólt a Belicki család, nyitott egy bányát, létrehozott egy úgynevezett részvénytársaságot, amelynek belgák, budapestiek, evriek voltak a részesei, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Egercseivel, mert a Szúcs és Szúcsbányát, tehát úgynevezett népies jelven magójuk, nyitottak bányát. Akkor ez a bánya Egercseiben először csak néhány száz ember foglalkoztat először, ugye csak 5-6-ot, aztán néhány százat. Ugye az 1914-es, meg a 20-as években már bizony 6-800 ember is dolgozott ott, és több tonna szenet termeltek, amit csak először lovaskocsikkal szállítottak Egerben, még az egri Putnöki vasút sem volt, még nem volt országút, Egercsei bányatér, mai bányatérre keresztül Egerbe, azt is meg kell építeni, szarvaskőtől kifejezettek, hogy valamivel el tudják szállítani a szenet. Egercsei sohasem tartozott a, mondom, a jelentősebb nagy szénbányák közé, de akár a politikai jelentősége, a 19-es viselkedése, a 45-ös, az 56-os viselkedése az Egercsei bányászoknak, a bizony nagy feladat is, nagy cselekedet volt akkor. Én nem is személy pici gyerek voltam, amikor a 40-es években, 45-41, az Egercsei bányászokkal jajazgatták Egerbe a főispánokat, meg ezeket, hogy a gyalog bemettek bányászok, csárkányjal kezükbe, zenekar az élen, bizony-bizony megdermettek ott az akkori magyarok. Ez a bánya, mint elmondottam, 120 éves tevékenység alapján sok ezer embernek adott munkát, adott megélhetést, szórakozást, iskolát, mert
első között írt meg ott is, még az általános iskola is, meg a az általános iskola, elemény népiskola. De ott lett 8 osztály, legelőször a környéken bevezette, ahol a gyermekek tanulhattak. Nagyon-nagyon szép eredményet ért a kultúra, a sport területén, és ott az emberek teljes életét élhettek, tetszettek. Épültek a lakások, vendéglők, presszók, kútorotthon, mozi, faluszínház, színjátszó csapat, énekkarok, fúvózzanak a tanzákat. Csehiben jól érezték magad az emberek, annak ellenére, hogy talán az ország legnehezebb, legrosszabb geológiai viszonyok között működő bányája volt. És nagyon sokat dicsérték az Egercsei bányászokat azért, mert ennek ellenére a nehéz geológiai viszonyok között is megtették a magukét. Szakmailag fejlődtek, mert a természet adottsága, a nehézségeivel szembeszállni nem volt. Egy emberfeszítő munka volt, de csehiek ezt megtették, és mindig igyekeztek, hogy a tervet teljesítsék. Természetesen nagyon sokszor ködbe szólt a romban, vagy vízbetörés, vagy fideg, meg a száraz, meg a futó, meg az egyéb, amelyik akadályoztak azt. Ezért is ilyen panám tudta természetesen teljesíteni a tervét. Itt óriási hibát követett el akkor az állami felső vezetés, amikor a szénbányászattal Egercseiben, mert még kapu is lent volt, helikopterrel leszállt a futballban, és ringatták az embereket, hogy bizony van itt a szén, lesz még bánya, meg csináljuk, amíg a kettes tereket, ami tengerszikat 300 méterre van, az először 900 millió tonna szénet mértek föl, majd később azt mondták, hogy hát ez bizony csak 15 milliárd tonna szén, millió tonna szén, bocsánat, amely kitermelhető. De viszont hiába akarjuk, még kéne 1 milliárd forint, hogy a fővállalatokat egyébként kihagyjuk, ez még nincs. Nem is lett volna, tudjuk, mert ők azt akartuk, hogy Egercsei minden áll el tudjon a bányászat a fölszínén. Bizony, hát, hogy veszteséges volt a termelés, veszteséges volt akkor, amikor a bányát szükséges kellékek, gépek, szerszámok, ára többszörös emelkedett önben, a bányának a szeretnek nem lehetett szénárat emelni. Én emlékszem, hogy abban az időben 98-ban 95 forint volt egy mázsa Egercsei jó minőség szén. És amikor bezártak ezt a bányát, mert mondtuk, hogy hát emeljék már fel 150-re. Nem lehet a népet gyúzni a drága szénnel, de lehetett egy rendszerválaszínom, lehetett munkanélkülé tenni az embereket. Azt meg lehetett, de a szénára nem lehetett duplára emelni esetleg. Ugyanakkor emlékszem rá, amikor Egercseiből szétszórtak a gyerekeket, a bányászokat, akik még tudtak mozogni, meg nem lehettek nyugdíjba, még működő bányákba elpitték őket, például a Putnokra. Hát a Puttonki színetegyű 300 forintra elelték a mázsáját. Néhány évülben már 500 forintot egy mázsa szén. Nem sokára 1000 forint. Hát hova? Akkor már lehet? Várni, nem akarták egyáltalán gondolkozni. Most a bányáknak a bezárását elsősorban már 67-68-ban megkezdték. Ott egy kis fiú közelünk szarvaskőben, amelyik jó termelt, 20-tól 40 magait termelte, az a kis bánya, a dolgó meg a gyöngyártal. Egyetemben be volt a front terelve, gépekkel, mindennel, csak hazafelé, szinte nulla költsége lett a termel. Erre föl, akkor is bezárjuk. Menjetek le Pista, bocsánat az osztályon. Egy hét alatt kaptunk 500 múlva rémiumot fejként. Elmondottuk. Hét múlva rájöttek, hogy hát mégse kellett volna elmondani, mert az egri cégnek, a tanácsnak, vagy akkor volt még, nyújt volna a súlyeltermeléshez osztályozónak. Hát ilyeneket még csináltak.
És nem beszél arról, hogy a szénami ott maradt. Az a 100 000 tonna, de 100 000 tonna is akkor, ha föl van tárva, képesítve van, csak menjenek az emberek, az indítsák a motort, hogy termeljen. A Marúeger, ilyen problémák voltak. Akkor észrevettük, hogy így valami folyamatosabb legyen, összevonulták a kisebb bányákat, például bennünket, üzével, Borsodnál, és én bányában vannak össze, Csehében volt az üzemvezete is, majd azokkor pár év múlva el is megdöblött, megszüntették, bezárták Borsodnál, az egészség farkasokhoz se torka. A két bánya elég messze volt egymáshoz, hát úgy kellett dolgoznak egymáshoz, hogy hát menjen. Ez sem volt jó, mert ugyanúgy meg volt a Éva, halálos szép tulaja, farkasokat mind egerségek. Bezárták farkasokat, elzárták egerseit. Na, nagy gond volt itt aztán emberek elhelyezésével. Körülbelül 730 vagy mennyi ember volt, akinek keresni kellett helyet. Azt nem lehet csak a széle kereszteni. Aki örökségi nyugdíjban mondjam, eljött a kort, az nyugdíjban jötték. Aztán próbáltak más üzemekhez elhelyezni, de nem sikerült az a 8-10 ember, vagy 5-6 elment valahol, azzal nem oldott meg a probléma. Kik volt az a... Majd egyszer sok üzemben. Volt a környéken néhány üzemek, ami működés, amit tudtuk, hogy nem lett bezárva, abban párat átvettek az a különböző üzemek. Az egyik mészkővállalat, ott aztán a... Nem érdekes most, nem eszembe, de helyben is csináltak a gépmiai terepén üzemet, ott is vettek. Aztán kint volt egyik gyűlésen a Megamorfszék Gyöngyös Nagyrétéről, ismerik a Kazán királyt, hallottak róla, a Petőfi kutató. Az össze nagy szélhámos. Azt mondta, hogy kérem szépen, átveszik 200 embert. Fejenként az államtól kapok 320-250 forintot, hát abból kijön nekem, azt mondja, 60 000 forint, jó, én az zsebre teszem, és fölajánlok a bányának az üzemi épületek, az amilyen nekem szükségem van, 2,5 millió forintot. Hát hogy van az arány? Tudtuk akkor, hogy alakult az új vállalatok, megszűntek, nem kellett a pénzre az számolni. Ő is erre gondolt. Ezt az emberek észrevették. Akkor a 200-ból lett 80, majd mikor üzemlátogásnál se került volt. A szétnél, akkor már lehet 20-ra, majd éppenség egy 8-ra, de annyiség került oda. Néhányat elhelyezték kapányra, a másokat elhelyezték. Gyöngyös Visontára, így ment ez végig. Na most, én azt mondom, hogy nagyon megérezte a dolgozó társadalom ezt a rendszerváltást, hiszen 1990. január 31-én szerdai napon dél 12 órakor jött fel az utolsó kas egerség bányaüzemtől, amúgy mindegy 120-100 ember bányász vett részt a fúvózenekar egyetemben. Én nem részem rá, amikor a bányászik, és játszottak, és zenekai tag voltam, meg a másik aknász, aki mondta, hát azt mondja, Pistikám, összefut a nyálam, remeg a hangszer is, úgy sajnáltam, ezt a bezárást. Az emberek egymást nyakába borultak, sírtak. Mi lesz tovább? Nincs tovább. Olyan emberektől szabadultak ekkor, mert a célja volt az állami nagy vezetés, hogy ezt meg kell szüntetni. Az ipari munkásságot szét kell verni. Elsősorban a bányászokat, akik a társadalomnak a legerősebb támaszai voltak. És ez sikerült nekik. Hát azt mondta, hogy ezek a bezárásnak, mint mondottam, bányászok lettek a legjobb áldozatai, és érezték ezt az egercsei emberek is. Én nagyon furcsa hallom, az emberekkel beszélgetek,
hogy mi van, de azt mondja, hogy van ez, nem kell a bánya, nem kell a szénerőmű, nem kell a Duna, a vízi erőmű. Sokan tiltakoznak az atom ellen, nem kell. Ha mi kell akkor? Villanygyújtogatni kell, a gépletek működni kell. Tehát ezen el kell gondolkodni, és van egy irányba mégis, ami gazdaságos is, és a környezetvédelmi szerepet is be tudja tölteni. Ezekkel kell gondolkodni. Én befejezésül, ha már így van, Leán, akkor csak egy néhány versről mondanám. Egercsei bánya, mi volt a te nekünk a hosszú évtizedek alatt? Munka, megélhetés, barátság, kultúra, sport. Éltető még mára, éltető elmeinek mára csak a emléke maradt. Én nem tudom, van-e módon, ha most nem esett a késő. Írtam egy verset a bánya bezárásáról, munkás vers, egy iparos írta, majd a részmény mai napon éppen elmondom. Köszönöm szépen! Szépen először is a meghívást erre a rendezvényre. Én igyekszem minden alkalmat megragadni arra, amikor bányászatról és energetikáról beszélünk. Az az energia, a energetika is olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá. Sajnos ebben is hasonlít a dolog, hogy mint a foci, a miniszterelnök úr ért hozzá a legjobban, aminek nyilván megvan a sajátos vetülete. De amikor az energiáról beszélünk, akkor tagadhatatlan azzal érdemes kezdeni, hogy ki hozta nekünk az első energiát. Ugye Ariadne úgy emlegette, hogy a tűz csiholója. Amikor a tüzet az ember saját szolgálatába állította, akkor rájött, hogy az fényt ad és meleget. És ez azóta végig kíséri az emberiség történetét. Gyakorlatilag mára elmondhatjuk, hogy energia nélkül nem tudunk létezni sem. Csatlakoznunk az előttem szólóhoz, aki mondta, hogy hát persze az embereknek nem nagyon kell se a bánya, se az erőmű, se semmi, de azért villanyt szeretnék fölkapcsolni, meg azért közlekedni szeretnének. Ezért az energiáról, az energetikáról alapvetően elmondható az is, hogy kapcsolódik hozzá olyan fogalom a fény és a meleg mellett, hogy sajnos korlátozott a hozzáférés, és sajnos pénzbe kerül. Ebből következően következik az összes többi, ami pénzbe kerül, ott megjelenik az emberi gyarlóság is, és az ezzel kapcsolatos döntéseket többnyire nem a mindenki által hozzáférhető energia megteremtése, hanem a mindenki által a jó pénzért hozzáférhető energia megteremtése fog motiválni. És akkor még nem beszélhetünk arról az energiáról, hogy az energia azért magában azon kívül, hogy az emberi létünknek a kényelmességét is biztosítja, egy veszélyes dolog is. Különösen, hogyha a bányászathoz kapcsoljuk, de ugyanígy igaz ez egyébként az energetikai létesítményekre is. Amikor elhangzott az elején a Rabbi Feli mondása, ugye elhangzott, hogy micsoda kitettségnek vagyunk kitéve Magyarországon energia szempontból, miközben egyébként borzasztó nagy ásvány vagyunk készlettel rendelkezünk. 2011-ben elfogadásra került a Magyar Energia Politika 2030-as dokumentum, amit a Magyarországgyűlés hagyott jóvá talán éppen 3 évvel ezelőtt, októberben valamikor. És a dolognak az az érdekesség, hogy az első olyan dokumentum volt hosszú éveken keresztül, vagy hosszú évek után, amikor a bányászat megjelent egyáltalán hivatalos dokumentumban, és megjelent a bányászatra való hivatkozás, és arra a bányászati kultúrára és tudásra való hivatkozás, amit a Feri is emlegetett. Sajnos azért megállapíthatjuk, hogy az azóta eltelt időszakban olyan túl sok minden nem történt az energiapolitikával kapcsolatosan, leszámítva az, hogy kötöttünk, illetve kötöttek a fejünk fölött egy olyan szerződést, ami a későbbi energiaellátásunkat alapvetően determinálja, ahhoz képest is, ami ebben az energiapolitikában megjelent. Én most arról külön nem beszélnék, hogy mekkora hatalmas ásvány vagyunk készletekkel rendelkezik az ország. Ezek az információk a bányászati hivatal honlapján jól hozzáférhetők, de ha csak annyit mondok, hogy csak szénből 6,5 milliárd tonna termelődő készletünk van, akkor arra már az ember önkéntelenül is fölkapja a fejét. Szénhidrogénekből is elég jelentős készletekkel rendelkezünk, és már tudom, manapság erről már nem divat beszélni, de urán készleteink is vannak. Igaz, a magyar uránnak a minősége nem olyan kiváló minőségű, de azért ebből még elég komoly mennyiség hozható lenne föl a felszínre, hogyha egyáltalán ezzel foglalkoznánk. Ugyanakkor
amikor a bányászatról beszélünk, akkor óhatatlanul följön mindenkiben, aki ezzel foglalkozott, az az úgynevezett csúnya szó, amire én azt szoktam mondani, hogyha a Jézsul annak idején úgy fogalmazta, hogy a magyar az, akinek fáj Trianon, akkor én azt szoktam mondani, hogy bányász ember az, akinek fáj a bányászati szerkezet átalakítás. Biztos mindenki emlékszik erre a fogalomra. Ez egy hibás politikai döntés volt, amit megpróbáltak gazdasági döntésen megalapozni. Egyetlen egy alapvető dolgot nem vettek ezzel figyelembe, méghozzá a társadalomnak ehhez való viszonyát. Illetve azt, hogy a korábban 100 000-es, aztán akkoriban talán ilyen 50-60 000-es bányászatban foglalkoztatottak rétegét rászabadította a munkaerőpiacra, méghozzá úgy nem biztosított számára semmiféle alternatívát. És a bányászok, a magyar bányászok azóta is keresik a helyüket ebben a világban, és igazából nem is sikerül megtalálni. Méghozzá azért nem, mert miközben a bányászokra való hivatkozás, a bányászokkal való pózolás, annak elismerése, hogy milyen szépen mutatnak a bányászok bányász egyenruhában bányásznapkor, és most már Szent Borbálon akkor is tudjuk magunkat ünnepelni, ezen kívül a bányászatért kézzelfogható dolgot Isten igazából senki semmit nem tett, leszámítva azt a kézzelfogható dolgot, amire szintén Feri utalt, hogy a Márkus egyi bányára jó sok pénzt fölvettünk támogatásként az Európai Uniótól, illetve magyar forrás is biztosítottunk, vállalkozunk, hogy saját magunk alól kihúzzuk a talajt ezen a területen. Ez egy érdekes zsákutca, mert a zsákutcából visszafordulni mindig nagyon nehéz. Hogyha annak idején a bányászati szerkezet átalakításkor adtak volna lehetőséget a hazai bányászatnak arra, hogy ne csak végrehajtsa a bányabezárásoknak az előbb is hallott nagyon csúnya momentumát, hanem lehetőséget kaptak volna arra, hogy uraim, megváltoztak a nemzetgazdasági és a világgazdasági körülmények, sokkal olcsóbb hozzáférhető energiaforrások is vannak, amelyek versenyezhetnek a bányával. Ugyanakkor egy valamivel nem versenyzett az akkoriban érkező olcsó szovjet gáz, arra nem adott megoldás, hogy mit fogunk kezdeni 60 000 bányásszal. És mindenki elkönyvelte azt, hogy jó lesz nekünk ez az olcsó energia, az olcsó energiával lehet kampányolni, a legutóbbi évben tapasztalhattuk azt, hogy ezzel egy választás is meg lehet nyerni, holott senki nem gondol bele, hogy az olcsó energia mögött mi van. Többek között a munkahelyek elvesztése, többek között egyébként ott van az energiahatékonyságnak a semmibevétele. Én jól emlékszem arra, még kiskölyök voltam, amikor Alfonso hangjával volt egy ilyen rajzszín figura a tévében, rendszeresen úgy hívták, hogy Forgó Morgó, aki már akkoriban is azt mondta, hogy embereknek van erre energiája. Hogyha úgy Isten igazából belegondolunk, az élet a világon semmit nem tettünk azért, hogy hatékonyabb legyen az energia felhasználása. Hát csak arról mondanék néhány szót, hogy a magyar házaknak, épületeknek a 70%-a energiapazarló, és a magyar házak és épületek 70%-ánál nagyjából 40% az energiának a feleslegbe megy, kiengedjük a levegőbe. Itt lehet gondolni aztán házgyári és egyéb dolgokra, de ugyanígy igaz ez egyébként a közüzemi és különböző önkormányzati intézményekre is. És azon kívül, hogy apró pénzeket megpróbálják ezeket a szépségkapaszokat úgy irányítani, hogy mindenki elkönyvelhető, hogy na hát adtunk a hatékony felhasználásra, napelemre, ablakcserére és egyebekre, egy komplex elkészített program, ami alapján hatékonyan lehetne haladni, egész odáig, hogy hogyan hozzuk rendbe ezeket az energiapazarló épületeinket, és hogyan takarítjuk meg az energiát, mert ez lenne az igazi rezsicsökkentés, nem az, amit a Németh Szilárd mond. Az ugyanis nem más, mint az adminisztratív intézkedés, ráadásul más nemesebb szervével verni azt a bizonyos csalánt takar, hiszen semmit nem tett hozzá a magyar állam, azon kívül, hogy szabályozással beleszólt egy olyan működési mechanizmusban, aminek egyébként normálisan a piaci körülmények között kellene működni. Az, hogy nyilván ebben a körben lehet arról vita, hogy most mennyire engedünk teret annak, hogy a piaci szabad verseny az érvényesüljön, és az hogyan fogja majd befolyásolni a fogyasztók számára az elérhető energia árát, az egy hosszú vita lehet. Én úgy gondolom, hogy a magyar államnak igenis azokon a területeken kellett volna, és kellene beavatkozni az energetikában, ahol ez összefügg a foglalkoztatás politikával, a szegénységgel, a hozzáférhetőséggel. Volt is erre annak idején szándék, emlékezzünk csak rá, 2003-ban liberalizált lett a magyar gázpiac, és a liberalizációt követően azt mindenki könnyedén fölmérte, igaz, akkor még egy másfajta kormány volt,
hogy a magyar lakosságra, a teherbíró képességére nem lehet rászabadítani magas energiaárakat, ezért egy átmeneti időszakban támogatni kell ezt a réteget. Igen ám, csak egyetlen egy probléma volt, ezt a támogatást az ég a világon mindenki megkapta, és természetesen kikapott többet, aki nagyobb energiamennyiséget használ. És ugye ilyenkor szoktak elmondani, a manapság azért már kicsit demagógnak nevezett, de mégiscsak igaz, hogy a budai villájában úszómedencé fűtő, az sokkal több támogatást kapott az államtól, holott az ő számára teljesen mindegy. És ezt így vegyék, ahogy elmondom, hogy 5000 forint, 50000 forint, vagy 500000 forint a havérési költséget. Nem érdekli. Akinek budai villája van, az ezzel nem foglalkozik. Nem neki kellett volna adni. Az egyetlen egy probléma volt ezzel kapcsolatosan, amit én annak idején helyettes államtitkárként is szerettem volna elérni, hogy igenis mérjük fel azt, hogy a szociális rászorultság alapon legyen egy szociális térképünk arról, hogy ki az a rászoruló réteg, akivel ezzel tudunk bármit is kezdeni. És mivel Magyarországon a mai napig sport, nemzeti sport az, hogy adót csalunk, nemzeti sport az, hogy nem valljuk be, hogy mink van, innentől kezdve nem lehetett egy ilyen térképet mellé rakni, és inkább azt mondták, hogy kapja mindenki ezt a támogatást. Ez mire vezetett? Ez egész egyszerűen arra vezetett, hogy mindenki elkezdett a hatékonyság irányából elmozdulni abba az irányba, hogy nekünk az nagyon jó, hogy olcsó az energia, és ebből politikai kérdést kell csinálni, és nem foglalkozunk azzal, hogy a saját energiánkkal valamit valahonnan megtermeljük. Na most, amikor arról beszélünk, hogy mi a fontosabb számunkra, az ellátásbiztonság, a diverzifikáció, a kiszolgáltatottság és egyebek, ugye ilyenkor mindig azt halljuk, hogy Orbán Viktor éppen talán tegnap mondta, hogy megteremtettük a saját energiafüggetlenségünket, nem tudom mire alapozza ezt egyébként, hiszen semmi nem változott, rossz hírem van, az elején elhangzott, hogy 30-40%-os az import, nem, 60% felett van Magyarországon az import energia, ezen belül például a gázenergiának a 80%-át külföldről termeljük. Miközben pontosan tudjuk, hogy Magyarországon például szénhidrogén készletekben, igaz, hogy nagyobb ráfordítással, nagyobb kockázattal, de meg lehetne teremteni azt a lehetőséget, hogy idehozva nemzetközi tapasztalatokkal bíró vállalkozásokat, például az úgynevezett itthon palagáznak csúfolt, egyébként valójában nem az, de erről beszélgethetünk majd a későbbiekben, amikor a kérdésekre kerül sor, hogy ebből is olyan készleteink vannak, amelyek, ha nem is tudnám megoldani a magyarországi gázellátást teljes egészében, de az biztos, hogy jelentőségét tekintve sokkal nagyobb lehetne, mint jelenleg. Most nagyjából 20% a hazai termelés, amit az, de a hazai termelés erősen csökkenő tendenciában van, és mivel a Magyar Bányászati Hivatal, hivatalos szervek, a minisztérium nem támogatja valójában, csak szóban a bányászatnak egyre aktívabb áttételét és az egyre inkább az ásványvagyon kincseinkkel való gazdálkodás. Ezért azon kívül, hogy csinálkozunk, hogy mennyire szegények vagyunk és ki vagyunk szolgáltatva, csak arra van lehetőségünk, hogy megteremtsük a magunknak azt a diverzifikációt, tehát a több forráson való ellátottságot, ami egyébként a volt szocialista országoknak a sajátossága volt, hogy nagyon keletirányú volt. Na most azt is látni kell, hogy a jelenlegi európai villamos és gázvezeték rendszerek, azok jelenleg föl vannak borulva a nyugat-európai irányába, ott gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hol él valaki Nyugat-Európában, bárhonnan bármilyen ilyen energiaforrást el tud érni. Mi arra voltunk károsztatva, teljesen természetes módon, hogy inkább a keletről felénk irányuló áramlatokat tudtuk befogadni, de nyugatról vissza hozzánk nem ment. Ez egyébként nem meglepő, hogyha valaki ránéz csak a vasút térképre, vagy az úthálózat térképére, ugyanezt tapasztalja. Nekünk azok voltak nagy, megfelelő, hatalmas irányaink, de egyébként nagyon nem foglalkoztunk azzal, hogy ez a megfelelő kommunikáció ez minden irányban működjön. És most arról beszélünk, hogy mindenki örvendezhet annak, hogy a déli áramlat eléri Magyarországot. Mi örültünk mindennek, örültünk volna a Nabukkónak is egyébként, ha ideért. A déli áramlattal kapcsolatosan azért egy valamit látni kell. A déli áramlat nem hoz új forrásokat Magyarországra. Nem azt fogja segíteni, hogy megjelenik több forrás, és a több forrás megjelenése egy piacon az azt eredményezni, hogy csökken a piacon az ár. Az orosz forrás az ugyanaz lesz. Csak egyszerűen kiváltja a Berek-Dalócon érkező gázforrást, egy más onnan érkező gázforrásra. Azon érdemes megint elvitatkozni,
de ez legyen már megint a nagy politika kérdése, hogy vajon egy országon keresztül menő vezetéket kiváltani érdemes-e három országon keresztül menő vezetékkel, és az vajon milyen kockázatokat hordoz majd akkor, amikor a déli áramlat fog működni. Tehát megint egy sajátos kérdés, ugyanez igaz egyébként a Nabucco-ra. Az én meggyőződésem, hogy a Nabucco esetében, ami Törökországon keresztül jött volna, és viszonylag bizonytalan politikai berendezkedésű országokból hozta volna a földgázt Európába, az egyáltalán nem jelent nagyobb biztosítékot, mint hogy a ukrajnai gázszállítás kérdését megoldani. De hát úgy látszik, hogy ezt megint fölérjette a magasabb politika, meg az az érdekeltség, hogy pénzbe fektetni ezekben a nagy beruházásokban, az azt jelenti, hogy nagy pénzek közelébe kerülnek érdekes emberek. A nagy pénzek közelébe kerülő érdekes emberek keze, azok meg mindig megremeg. És olyankor elfelejtik a racionalitást, elfelejtik azt, hogy nekünk mi a fontosabb. Ahogy látom, még 30 másodpercen, 26 másodpercen maradt. Ebben mindenképpen arra szeretném fölhívni a hangsúlyt, hogy Magyarországnak az lenne az érdeke, és az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy ezeket a diversifikációs útvonalakat a kelet-európai térségben megerősítse, mert Európa addig nem csinál más, mint beszél. Ilyen sokat beszélőkkel, meg azért már találkoztunk azokkal, tele van a padlás, de hogyha nem tesznek azért, hogy ezek a csővezeték és villamos energia kapcsolatok a kelet-európa irányba is ugyanolyan átjárhatók legyenek, mint nyugat-európa irányába, akkor valójában nem tesznek semmit, csak festik az eget. És azt meg tudjuk jól, hogy nem vezet sehova. Majd a későbbi kérdések során, hogyha merül föl ezzel kapcsolatosan bármelyikkel, paragáz, gáz, villamos energia, akkor nagyon szívesen beszélek róla. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Engedjétek meg, hogy egy picit történelmi visszatekintést mondjak magamról, hisz én kőválasztalósan születtem, a Magyarország egyetlen uránbányája volt, és a háború utáni kisgyerek vagyok. Édesapám a Dontól jött haza, és az uránbányára helyezkedett el, 50-es évek elején, és 1964-ben sajnálatosan gyógyíthatatlan betegségbe meghalt. Nekünk fel volt adva a lecke, hogy mit csináljunk, hisz egy havi üzem, egy olyan üzem van a központunkban, ahol apukám is dolgozott, hogy most hova menjünk. A legdivatosabb szakmát választottam, vagy zenész, vagy futballista leszek. Hát a futball az bejött, érettségi után a Pécsi Dózsa leigazolt, és azt követően az uránbányára helyeztek el, most úgy mondom, ilyen sportág státuszba. Akkor abban az időben úgy hívták a bányát, hogy Pécsi Uránész Bánya Vállalat. Előtte volt magyar-szovjet maszobál, magyar-szovjet vállalkozás, volt bauxit bánya, van Mecsek Érzbányászati Vállalat, volt Mecsek Urán Kft., Urán Ipari Kft. Tehát én ott maradtam 34 évig, és amikor a futballt abba hagytam, akkor azt mondták nekem, hogy ne menjek én a rendőrökhöz futballistának, mert én nem elmentek nyugdíjba, igazuk lett. 14 éve vagyok nyugdíjas, mert bezárták a bányát, és mindenkit elzavartak. Mézes mozzagból zavartak el bennünket, mert mindenki, aki X évet ledolgozott, 24 havi végkielégítést kapott. Elmondom, hogy a pécsi sportcsarnokban, 4500 fő sportcsarnokban 5000-en bányászok elmentünk egyszer tüntetni, felvonultunk, mert jön az államtitkár meg mindenki, és elmeséli nekünk, hogy milyen jó lesz, hogy bezárják a bányát. Olyan hangerővel fütyült és ordított a nép, hogy az akkori államtitkár, tudom a nevét, azért nem mondom, mert nem akarok ebbe a dologba belemenni, de kakaós, palacsintás gatyával kivezették a helységből, meg se tudott szólani. Na most ez a szervezettség, ez nagyon-nagyon bántotta a politikai elitet, és úgy gondolták, hogy hát a végkielégítéssel majd csak valahogy megoldjuk. A gazdasági életben rálátásom volt, mert a Városi Tanácsnak, a Megyei Tanácsnak és a Megyei Tanács végrehajtó bizottságának a tagja lettem az uránbánya képviseletébe. Láttam a megyei helyzetet, láttam a vállalat helyzetét,
És abba a cégbe, gazdasági életbe tulajdonképpen bekapcsolódva én irányítottam a külszíni szállítási üzemet az utolsó 9 évben. Ez úgy működik, hogy ahol elkezd a hajó süllyedni, akkor a patkányok menekülnek, és mi majdnem azt mondom, hogy sokan elmentek, de a java a barátaimnak, azoknak az embereknek, akik értettek a szakmához, ott maradtak. El szeretném itt mondani, elrettentő példaként, hogy ilyen gazdag és ilyen tékozló ország, mint ami Magyarországon volt a bányászat bezárásával, nagyon ritkán adódik. Véletlenül kényszerből a második házasságomban egy szénbányász családban nősültem. Hát ugyanaz volt ott is. Jelen pillanatban is egy olyan tiszta, új, úgy hívják ezt, hogy István hármas aknahál, ahol egy gram szenet nem osztak ki. És az apósom azt mondta, hogy olyan szénmezőn fekszik, kokszolható fekete szénen ez a laknatorony, alig tudták a pilléreket kiépíteni ahhoz, hogy ez az épület megálljon, egy óriási nagy létesítmény. Az Urán bánya Európa legmélyebb aknát, az ötösszámú bányavizet megépítette, amely 1064 méter mély volt. Én voltam lenn ezekben az aknákban. Ott 40-50 fokos víz folyt a falból, és az volt a legnagyobb probléma, hogy a levegőt úgy meg kell hűteni, hogy tudjanak a bányászok termelni. Azaz akna teljes felszereléssel, autóbusz megállóval, étteremmel, trafóházzal, lámpakamrával, irodaépülettel, mindennel, légaknával felszerelve a bezáráskor halálra lett ítélve. Képzeljék el, és képzeljétek el, azt a feladatot kaptuk, mint a szállítás vezetője, hogy Európa legmélyebb, legmodernabb, legszebb akna légaknáját tömedékeljük be. Én tudom, hogy víz alatt nagyon nehéz levegő nélkül, de bányába sem lehet. A lényeg az, hogy ezt be kellett tömedékelni, hogy oda ne lehessen már menni. Tehát egyértelmű volt a történet. És azt követően a televízióban láttam, amikor ezt a nagy, új vadonatúj aknatornyot szétlőtték és dőlt el, mint a kéve. Hány milliárd forint lehetett abba? És elmondom itt ezen a fórumon, és nagyon örülök annak, hogy valamikor elmondhatom, hogy én voltam lenn az ötösszám bányaüzemtől körülbelül 5-600 méterre a föld alatt, egy nyárás pölgy nevű olyan munkahelyen, ahol ilyen körülbelül 10 méter magas és 100 méter hosszú vágatot hajtottak ki, és megvolt a Paksi atomerőmű nagyon kevés kis szennyeződést okozó munkarovak egyébnek az elhelyezésének a helye. Ez is megszűnt. Tehát készült abban az időben ez a történet. Azt követően szétborlasztották a bányavállalatot. 17 Kft-t hoztak létre, az egyik Kft-nek az ügyvezetője. Jó magam lettem, természetes egyetlen egy dolgozó, aki kapott végkielégítést, volt pénze, se a Kft-kbe, se a részvénytársaságokba nem szállhattak be saját pénzzel. És itt már akkor bűzlett a dolog. A lényeg az, hogy szétborlasztották és szétrabolták ezt a vállalatot. Csak azt mondom, hogy a Kft-nek a vagyona, az Urán bányánál azért voltak gépek. Nem egy, nem kettő, és nem tíz, és nem húsz. Szerintem 50 milliárd forint legalább volt ez a vagyoni tőke. Ezt 5 millió forintért vette meg egy vállalkozó. Na, én természetesen erről a bicikléről leszálltam. Főleg akkor, amikor a bankba azt mondta nekem a pénztáros hölgy, hogy sajnos nincs a számlán egy vas se. Több millió forintot tettünk be az előző hetekbe. És akkor én elmentem a tulajdonoshoz, és megkérdeztem tőle, hogy akkor a felügyelő bizottságot, meg a pénzügyi ellenőrző bizottságot mikor hívja életre. És akkor megkérdeztem, mire mondom, mert ma van a füzetés, és szeretnék fölvenni egy 3-4 millió forintot, és üres a kassa. És akkor én mondtam, hogy nem kell itt semmiféle felügyelőbizottságot,
meg pénzügyi bizottságodék játszani, az adok én, azt mondja, megyünk a fiókba, kivett egy tömböt, milyen kereskedelmi és hitelbanknál voltunk nyilvántartva, ott volt a pénzünk, egy Budapest Bank tömböt kivett, és azt mondta, mennyi kell, hát mondom, 3,5 millió forint. Kiírta 3,5 milliót, kitépte, és azt mondta, adok én nektek tagi hitelt. Tehát még egyszer le kellett ezért dolgozni. Na én akkor mondom, leszálltam a bicikliről, és én úgy gondolom, hogy az az idő, amikor ez a város elszenvedett 20 ezer bányászt, és ez legalább hárommal beszorozva, ez 60 ezer ember legalább, ezek tulajdonképpen megpecsételték Pécs sorsát. Jelen pillanatban nincsenek legényszállók, ezek hajléktalanok lettek, elzüllöttek, és most önkormányzati törvényekkel kitiltották őket a belvárosból, hogy menjenek ki ilyen. Hova? Hova? És ezek az emberek emberek voltak, méghozzá jó szakemberek voltak, és most képzeljük el, és képzeljétek el, 12 bályák képeznek Komlón. Hát ez igen. Átlagban nem rossz. Hát ez borzasztó nagy munkaerő lesz, a másik az, ha ebből bármi is lesz, mert nem lesz ebből semmi. Mert azok, akik belevágnak ma a bányászkodásba, és külföldről jönnek itt megmondani a tutit, azok mind szélállamosak. Ír, angol, ausztrál tudományosak jöttek hozzánk, és azt akarták bemesélni, hogy ugyanazon teljesítmény elvárható, körülbelül fele negyedannyi embertől is. Na most, hát ennek mindenki tudja, hogy mi a következménye. Hozzá nem értő emberek az életükben bányászat közelében nem voltak, az állami büdzséből kiszedték a pénzeket, szélhámos módon ott ettek, ittak, szállodáztak, és utána úgy itt hagytak bennünket, mint a szél. Elmondok egy példát. Azért érdekes, mert ez baleset. Ugye a gépkocsi vezetők hozzánk tartoztak, és hozták ezeket Ferihegyre, taxit kértek, természetes angolul tudó budapesti taxist, aki lejött Pécsre, és az egész végig napokig ott volt, és a szállodát fizette neki az állam, a mi cégünk. És a mi gépkocsi vezetőink összebarátkoztak ezekkel a szerencsés emberekkel, akik ugye 3-4 napig fizettek, piszok nagy pénzt kerestek, mert Pestről odahozták, és kérem szépen, egyszer csak supp, egy pénteki napon összefakultak, és azt mondták, hogy most azonnal haza kell menni, hazamentek, és hétfőn jönnek vissza, visszajöttek. És a gépkocsi vezetők a beszélgetésben elmondták egymásnak, hogy tudjátok, hogy miért mentek ezek haza? Otthon játszottak Glasgow, foci csapat, meg kellett nézni. Na, ezek az emberek, azok, akik itt adták a tutit azoknak az embereknek, akik mind milliárdosok lettek, akik a bezáráshoz hozzájuttak Budapestről, nagy tudományos emberek jöttek oda le, olyanok voltak, hogy a vezérigazgatónéknél azt mondtam, hogy ha a szállítás volumennek ugyanakkora, mint eddig volt, és ha feled negyedannyi emberrel dolgozunk, akkor téged a bányászok agyon fognak verni, annélkül, hogy a bányász ne kapjon üres csillét, nincs pénz, nincs kereset, nincs prémium, de ide be fognak jönni. És csodák csodája, azt mondta, hát akkor majdunk minden így, ahogy van. Tehát ez volt a külföldiek ajánlata. És egyből mindjárt visszakozott, nem mondtam, hogy hagyom fognak verni. Hát ez nem úgy működik, hogy egy láncolatot megszakítunk, és akkor nincs üres csille. A bányásznál az üres csilla, energia, az a legfontosabb. És egy nagyon jó barátomat, a cégnél dolgozó barátomat is elhoztam magammal, a Pál Istvánt, aki operátor volt a bányaüzemnél, és én úgy gondolom, hogy ő is tudja bizonyítani, hogy ez az egész dolog, és hogy mi maradt a föld alatt, milyen érték, és minden el lett árasztva, és minden tönkre lett téve, és az a bánya, amely Pécs városában 40 ezer lakáshoz hozzájárult, az összes kulturális sport, minden intézményt folyamatosan támogatott,
Ez a bányavállalat és a szénbánya azért nagyon hiányzik Pécsről, mert Pécs zsákutca lett, és nem megy egyről kettőre, és nem is fog. Ipartelepítés és szó sincs, nálunk a pálvák röpködnek a levegőbe, mert polgármesterek, és ennek a szerencsétlen sorsú népnek még mindig a pálva kellett a következő 4-5 évre is. Hát én úgy gondolom, nekem már lejárt, én 67 éves vagyok, én nyugdíjas vagyok, gyerekeim, 3 gyerekem van, megpróbáltam őket sírre tenni, de nincs jövőkép. Én most el voltam, tüntetésem Pécsett volt, amit ő azt hazudta a tévé. Azt hazudta a tévé, hogy pár százan voltunk, körülbelül 3000-en voltunk a Széchenyi téren, és azt az egy gondolatot elmondom, hogy itt az átlagokat dobálják, azt mondta, hogy a hasmenéses ember és a szorulásosnak az átlaga nemzetközi, magyarországi szinten rendben van az emberek bérműködése. Na, körülbelül ez a politika. Nagyon szépen köszönöm, jó szeretném. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem tudom, elég közel vagyok a mikrofonhoz, mindenki hallja, amit mondok. Jó hangosan tudom mondani? Jó. Azt hiszem, elég fontos dolgokról beszélünk. Amikor energiáról beszélünk, általában a pénz az emberek eszébe, ami teljesen érthető, mert nagyon sokba kerül, és mindenkinek szüksége van rá. Én néhány számadattal szeretném felelveníteni, hogy mennyi pénzről is van szó. Jelenleg Magyarországon 1,8 millió fogyasztó, tehát a 10 milliós állam, tehát az állampolgárságból 1,8 millió fogyasztónak van valamilyen hátraléka. Tehát aki nem tudta időben befizetni a gáz, villany vagy egyéb közüzemi számlát. Ez az 1,8 millió fogyasztó mintegy 96 milliárd forinttal tartozik. 96 milliárd forint. Ez kevesebb annál, mint tavaly ilyenkor volt, köszönhetően Szent Orbán és egyéb társainak, idézőbetében természetesen, köszönhetően azért, mert csökkent az energia világpiaci ára, de óriási összeg. Hozzáteszem, még mindig nem akkora, mint az a 2450 milliárd forint, 2450 milliárd forint, ami a leggazdagabb, 150 leggazdagabb magyar állampolgár vagyona. Teljesen miatt ma reggel fedeztem fel ezt az adatot, a legfrissebb adat, és úgy próbáljuk összetenni a folyamatokat, hogy míg 430 ezer gyermek mély szegénységben él, többek között olyan családokban, ahol nem tudják befizetni a számlákat, ezt a 96 milliárdot, közben 150 embernek a magánvagyona 2450 milliárd forintra tehető. Az energia kérdés, amikor beszélünk, akkor mindezekről beszélünk. Folytatván Szent miniszterelnökünknek a gondolat sorát, én is megemlítem, hogy Holod Attila megemlítette, hogy az energiához mindenkiért, mint a focihoz, és így természetesen a miniszterelnök úr az, aki az első számú szaktekinti az országban, energiakérdésben is. Én megnéztem egészen pontosan, azt nyilatkozta talán 2 nappal ezelőtt, lehet, hogy tegnap, hogy visszanyertük energiaszuverenitásunkat. Szó szerint idéztem, tehát még nem is csak függetlenséget mondott, hanem energiaszuverenitásunkat nyertük vissza. Na, én is gyorsan előszedtem az adat dolgokat. Csak az a gázból 80% fölötti, amiből gáz és olaj, amiből tehát importálunk, és az importált gáznak is, az olajnak többi 80%-át egy országból szerezzük be. Történetesen Oroszországból. Na most úgy gondolom, hogy energiaszuverenitásról beszélni akkor, amikor a magyar energiafogyasztóknak, tehát a beszerzett és felhasznált energia mennyiségnek több mint 80%-a importból jön, és végig is mindegy, hogy honnan, a
az csak súlyosbítja a helyzetet, hogy egy országból, de hogy egyáltalán importból kell beszerezni az energiát, ez azt hiszem, hogy önmagáért beszél, szó sincs semmiféle szuverenitásot. Hozzáteszem, hogy a magyar villamosenergia rendszer 2013-ban 28%-ot meghaladó netto import szaldó, tehát export-import szaldót mutatott fel, és ezzel megdöntöttük az 1990-es csúcsot, mert ugye rendszerváltásról beszélünk, 1990-ben 11.147 gigawattórát importáltunk, és 2013-ban 11.878-at. És százalékos arányban is elértük az 1990-es szintet, idézetére elértük, visszatértünk ahhoz az állapothoz. Annyi különbséggel, hogy 1990-ben más feltételekkel importáltunk energiát, mint most. Tisztán piaci alapon importálunk, nincsenek baráti kőolajvezetékek, meg baráti távvezetékek, gyakorlatilag pénzért és kemény valutáért mindenféle hitel és egyéb szolgáltatás mellett, tehát visszafizetendő, hogyha később rendesünk, akkor mindent ki kell fizetni, kamatostól, tehát egészen más körülmények között importálunk. Én úgy gondolom, hogy arra is fel kell hívni figyelmet, hogy az import energiában ugye nem számítják be a magyar atomerőműnek a termelését, ez hazai termelésnek minősül. De hallottuk, uránpánya bezárt, uránunk nincs, van, de nincs, és ebből következőleg a hazai termelés közel 50%-át adó paksi atomerőműnek a termelése lényegében importra alszik, import urán. Tehát ehhez, ha hozzáteszünk, hogy eleve már csaknem 30%-ot importálunk, tehát Ukrajnából, Szlovákiából, Lengyelországból és Csehországból érkezik az energia, a most energia csaknem 30%-a, plusz még hozzáteszünk a paksi atomerőműnek a termelését, ami ugye nem hazai forrásra alapszik, akkor elmondhatjuk, hogy abszolút függőségben van a magyar energiarendszer, benne a villamos energiarendszer és minden más. Én készítettem, mivel nincs kivetítő, néhány másolatot készítettem néhány szlájdból, ezt majd utána, akik érdeklődnek, talán négy példányom van másolatban, ebből el lehet vinni. Ezek a szlájdok mutatják azokat a számokat, meg grafikus módon látványosan, amelyekről beszéltem. Úgy gondolom, érdemes eleveníteni azt, hogy ez az import. Ugye azt mondják, hogy azért van szükség az importra, mert az olcsóbb, meg tisztább, és hogy a magyar erőművek, a magyar szénerőművek, például a Mátrai erőmű, vagy most a bezárandó oroszlányi erőmű, ezek nagyon koszos energiát termelnek, és hát ezért jobban járunk, hogyha importáljuk. Tudomásul kell venni, hogy a magyar importált villamos energia lényegében Ukrajnából, ukrán szénerőműből, lengyel szénerőműből és az önökben cseh szénerőműből származik. Nem Szlovákiából, Szlovákia energia mérlege gyakorlatilag nulla, tehát hogyha valaki most felvetné, hogy most tudtuk meg, hogy meg akarjuk, az MVM meg akarja venni a szlovák villamos műveknek a 60% az Enel-től, valamiknek fog az olaszoknak, már nem tetszik a szlovák villamos művek, de mindegy, a lényeg az, hogy ha meg akarnak venni, akkor jaj, de jó, mert akkor onnan van még energia, nem. A szlovák villamos művek, ehhez tartozó erőművek, a Szlovákia fogyasztását elégítik ki. Az import csak Szlovákián keresztül érkezik, az exportálók, mint korábban mondtam, a csehek, a ukránok, a lengyelek és a csehek szénerőművel. Tehát amit importálunk villamos energiát, szénerőművekben állítják elő, tehát nem áll meg az ér, miszerint azért kell importálni, mert az tisztább energia. Magyar szénerőműben is meg lehetne termelni olyan tisztaságú, idézőjelben tisztaságú villamos energiát, mint mondjuk a Burstin szigeten Ukrajnában megtermelnek. Úgy gondolom, hogy saját forrásokra, saját eszközökre szükségünk van. Ez igaz persze a nagy erőművekre, mert nagy erőművek nélkül még jó darabig a magyar villamos energia rendszer nem fog működni. Erről beszéltem augusztusban a Nyári tábor során lefolytatott vitában is. Nem akarom ezt külön kihangsúlyozni, vagy hosszan taglalni, de tudomásul kell venni, hogy egy olyan energiarendszer, mint a magyar, ez több lábon kell, hogy álljon, szükség van benne atomerőművekre, szénerőművekre, vízi erőművekre, szivattyús energiatározóra, ha lenne, természetesen
szükség van szabályozható gázerőművekre, az egészet komplex egészében kell tekinteni, de folyamatosan kell törekedni arra, hogy egyre inkább először is Magyarországon legyen ez az energia, villamos energia megtermelve, saját eszközökkel, és minél inkább kell törekedni, hogy a hazai energiaforrásokat, vagy Magyarországon felelhető energiaforrásokat próbáljuk meg felhasználni, hogy a hatalmas kitettségünket, a nem létező szuverenitásunk, valamilyen módon, tehát közelítsünk ahhoz az állapothoz, amit a miniszterelnök már bejelentett, hogy visszanyertük már a szuverenitást, legalább törekedjünk arra, hogy tényleg ne legyünk ennyire kitéve a külföldi forrásoknak. És ilyen szempontból szeretném fölhívni a figyelmet azokra a tényekre, amelyek nagyon sok ember figyelmének, a szakértő figyelmet is elkerülik. A villamos energia rendszerek úgy működnek, hogy az önmében nagyobb erőművekben megtermelik az energiát, azt halállomásokon, transzformátoron keresztül távvezetékre teszik, távvezetékeken eljutatják a fogyasztókhoz. Kérem, tegye fel a kezét az, aki meg tudja most mondani, hogy a magyar villamos energia rendszer hálózati vesztesége, tehát hogy ami a hálózaton elveszik energia, az hány százalék? Nincs ilyen ember, aki kapásra megmondaná, egy ember van, köszönöm, el is hiszem. Ez a hálózati veszteség egyébként brutális volt még 1999-ben. Ez a hálózati veszteség akkor 13,5%-ot tett ki, 99-ben. Javult a helyzet, közlöm, már csak 9,5%. Ez műszaki fejlesztésből adódik? Nem elsősorban. De majd én hozok egy érdekes adatot, amiből látszik, hogy itt valami amúgy is vinni van. Hozzáteszem, hogy az áramszolgáltatóknak joguk van hálózati veszteség címén úgymond elszámolni energiaveszteséget, tehát költséget. Tehát kvázi nem nagyon érdekeltek abban, hogy csökkenjen a hálózati veszteség, amelynek egy jelentős része az lopott áram. Érzetében nem kifizetett áram. De műszakilag is úgy gondolom, hogy van mit tenni, tehát nem csak arról van szó, hogy el kell számolni az összes elfogyasztott energiát, hanem műszakilag is van mit tenni. Adatot mondok, 5% alatti Németországban a hálózati veszteség. Pedig aztán a németeknél van bőven, tehát nálunk fejlettebb a maga a távvezeti hálózat, tehát hogyha valahol lehetne veszíteni, akkor ők tudnak. Úgy gondolom, hogy van hova műszakileg fejlődnünk. És hogy egy konkrét példát mutassak, mondjuk a hálózati veszteség címén, 90-ben 4300 gigawattórát a hálózati veszteség, 91-ben 3800, most figyelem, 92-ben 2800, döbbenetes csökkenés, és mindjárt 93-ban 4300 gigawattóra újra. Tehát ha csak műszaki okai lennének a hálózati veszteségnek, akkor ilyen hullám soha nem következik be. Tehát itt a hálózati veszteség ügyében, ja és azóta természetesen soha nem értük el a 2800 gigawattóra hálózati veszteséget, 2013-ban ez 3663 gigawattóra volt. A 36.269 nettó fogyasztáshoz viszonyítva, tehát gyakorlatilag 10%-os a hálózati veszteségünk. Egyik műszakilag is érdemes ugye megfontolni ezt a dolgot, hogy ha nagy erőművekben, nagy központokban állítjuk az energiát, elszállítjuk a fogyasztókhoz, kell, hogy legyen veszteség. Nincs veszteség. Mindenhol van veszteség. De minél inkább centralizáljuk az energiatermelést, és minél távolabbi fogyasztókhoz visszük az energiát, annál nagyobb lesz az a veszteség. Ezért alakult ki az a helyzet, hogy jelenleg a háztetőre telepített napelemeknek az önköltsége az kevesebb, mint a nagy erőművekből a lakossághoz, a fogyasztókhoz elszállított villamos energia ára. 40 forint per kilovattóra kicsivel kevesebb a most a fogyasztói ár, és 31 forint környékén van a háztetőre telepített napelemeknek az a önköltség, amiben valóban beruházás kerül. Tehát mindenféle állami támogatás nélkül azért tudja már a napenergia, a napelemek azért tudják megelőzni a hagyományos energiát, mert nem valahol telepítik a mezőn, és
hálózaton keresztül juttatják az energiát a fogyasztóhoz, hanem ott termeli meg helyben, ahol elfogyasztják. Részben így van, ez most így populárisan hangzik, de nagy részben igaz, amit mondtam, főleg nyáron, amikor süt a nap és a klímaberendezések üzemelnek 100%-on, akkor rögtön a tetőre telepített napelem helyben ugye meg is termelje, amennyi termel, természetesen annyit fel is használnak a fogyasztók. Részben nem igaz, mert ugye a napelemek által megtermelt energiát nem mindig használják föl helyben, tehát kell valamit mozgatni, tehát az energia ugye közlekedik a vezetékeken, már csak 5 percen van, már 15-2 perc, rendkívül módon összefoglaltak, készültem erre a helyzetre, tehát hogy megértsétek, a jövő energiája az a megspórolt energia, erről mások is beszéltek, a helyben termelt energia, akár napsugárzás révén, akár más, és a vezérelt energia, erről majd egyszer külön beszélünk. Az a lényeg, hogy intelligens, okos hálózatok kiépítésével, korszerű technológiák az alkalmazásával, a energiatakarékosság előmozdításával igen jelentősen tudunk segíteni azon, hogy valóban érdemben ne adminisztratív eszközökkel, vagy holozatilag mondta, csökkenteni tudjuk az energia költségét, például a villamos energia költségét, de más például a fűtési energiára szükséges költségeket. És úgy gondolom, hogy a társadalomnak ez egy kiemelt területe kell legyen, mert a helyben termelt energia, a helyben megspórolt energiához szükséges eszközöknek a gyártása, telepítése az helyben teremt munkaerőt, és olyan időszakokban, amikor a nagyon nagy probléma, például az elbocsátott bányászok példáján is látván a munkanélküliség, akkor az ilyen típusú beruházások, az ilyen típusú fejlesztések az a külön kiemelt támogatást igényelnek. Tehát nem stadion kell építeni 25 milliárdért, hanem ezt a pénzt napelemekre és energiatakarékos berendezésekre kell folytatni, pontosan ezeknek a telepítését kell támogatni, és azokat a szegény családokat kell támogatni, akik most nem tudják befizetni a villanyszámlát. Köszönöm szépen a figyelmet! Először azt mondanám el, hogy nehéz dolgom van, mert 4 szakember után fog megszólalni egy amatőr. Ugyanakkor van egy hasonlóságom is az előző 4 előadással kapcsolatosan, méghozzá az előző 4 előadás ez fájdalmas volt, az enyém is az lesz. 3 fejezetet írtam, abból 2-ről szeretnék beszélni, hogyha arra lenne lehetőség. A harmadikat, ami a jövőről szól, azt esetleg hozzászólás formájában el tudom mondani, mert időm nem lenne, és nagyon szigorú a Jutka, úgyhogy én félek attól, hogy elvesz tőlem a szót. Először helyszínekről beszélnék. Zug, Svájcban, Belize, a Karib-tengeren, Kajmán-szigetek, úgy szintén a Karib-tengerről. Ciprus, ami Európai Uniós ország és egyben adóparadicsom is. Angola, Afrika déli csücskében, ahol új kőolaj találtak körülbelül 10 éve. Magyarország, itt ahol élünk. Beszélnék a METR-ről. Ez egy cég, aminek az a neve, hogy MOL Energy Trading. Tehát a MOL-nak egy energiakereskedelmi cége, létezik egy MOL MET Holding Alapítvány is. Ezt 2012-ben jegyezték be Zugba. Zug ugye az osztrák-svájci határnál található, ennek a cégnek több mint 60%-a offshore hátterű, az előbb említett országokból. Beszélnék szereplőkről. Orbán Viktorról, aki az utolsó fél évben 2-szer is járt Zugba. A sajtóhírek szerint a lányát vitte egy nagyon olcsó tanfolyamra, 15 millió forintba került. Szerintem ez tökéletesen lényegtelen. Garancsi Istvánról, jó barátjáról, aki tulajdonosa a METnek, Lakatos Benyáminról, aki a MET elnökségi tagjai, cégei találhatók a Kajmán-szigeten, Cipruson, Angolában. Beszélnék a svájci sajtóról, aki azt állítja, hogy Garancsi közvetlen kapcsolatban van Hernádi Zsolttal. Hernádi Zsoltot gondolom mindannyian ismerjük, ő az a személy,
aki több dologról ismer, egyrészt azért, mert az Interpol körözése van kiadva ellene, másrészt azért, mert pedig a legnagyobb magyar vállalatnak, a MOL-nak a vezérigazgatója. Beszélnék, elnök vezérigazgatója. Nagy Györgyről, a MET tulajdonosi körből, aki a Wallis csoporttól jött oda, és szintén a svájci sajtó szerint kitűnő kapcsolatot ápol Hernádi Zsolttal. Valamint beszélnék még egy szereplőről, akit Sányi Sándornak hívnak, akiről mindannyian tudjuk, hogy ő OTP bankvezér, kevesebben tudják, hogy egyben a MOL alelnöke is. Beszélnék egy jelentésről, amelyet a Wikileaks hozott nyilvánosságra, melyben az Amerikai Egyesült Államok követsége ír egy jelentést Washingtonnak, első használatra, amelyben a METET korrupciógyanús cégnek jelöli meg. Beszélnék két amerikai elnökről, Bill Clintonról és Barack Obamáról. Körülbelül így fogalmaztak, igen röviden, Orbán Viktor nagyon szereti a pénzt. Szerintem is, én is szeretem a pénzt, esetleg nem vállalok mindent azért, hogy ezt hozzájussak. Beszélnék André Goodfriend, Amerikai Egyesült Államoki ügyvivőről, aki igen sokszor megszólal mostanában, többször megszólalt olajügyben, növényolajügyben, szerintem nem csak növényolajügyre gondolt. Beszélnék helyszínekről, újabb helyszínről, Svájc. Svájc, mint tudjuk, nem Európai Uniós ország. Svájcra és a svájci bankrendszerre jellemző a maximális diszkréció. Ez igen sok piszkos dolgot takar magában, különösen a második világháború alatt. Beszélnék arról, hogy szerintük Svájcban több mint 1000 milliárd forintra becsülik a magyarok pénzét. Beszélnék arról, hogy Svájc egy nyomás alatt élt az elmúlt évtizedekben, és valamennyire hajlott a nyomásnak, tehát a banktitkok feloldásában hajlandó lépéseket tenni, nem magától helyezi nyilvánosságra ezeket az adatokat, csak abban az esetben, hogyha bizonyos országok ezt kérik. De az UBS Credit Suisse kijelentette, hogy a magyar hatóságok kérésére kiadják a magyar számlatulajdonosok adatait. Kérdés az, hogy kiknek az adatait? Nyilván azoknak, akiknek kérik. Tehát el tudom képzelni, amelyben van egy ellenzéki politikus, ha neki van ilyen számlája és megtudják, hogy van, akkor azt kérik. Nehezen tudom elképzelni, hogy más esetekben is kérnék. Erre még tudomásom szerint nem volt példa. Beszélnék egy másik országról, Szingapúrról. Tudjuk, az a hír járja, hogy a magyar számlatulajdonosok Svájcból a pénzüket Szingapúrba menekítik át. Megértem őket, és tulajdonképpen elgondolkoztat Kövér László úr parlamenti elnöknek a nyilatkozata is, melyben ő azt mondja, hogy Szingapúr igazán egy követendő ország, jó példa lehet Magyarország számára, hát többek közt azért, mert igen keményen tartják a gépet, ott börtönbe lehet kerülni ugye egy rágógumi kiköpése miatt is, de ellenben igen nagy a liberalizmus a különböző pénzek befogadására. És hát éljen és virágozzék a szingapúri magyar barátság. 2010-ről beszélek. Időpontokról. 2010-ben hatalomra lép az Orbán kormány. 2011-ben leáll, bezár az amerikai érdekeltségű, magyar betűket mondjuk, AES koncern két borsodi erőműve. A 90 megawattos tiszapalkonyai erőmű, a 71 megawattos biomassa alapon működő borsodi erőmű. Ugye ezek a fiúk megvették ezeket az erőműveket, fizettek érte pénzt, szerintem nem túl sokat, de nem számítanak arra, hogy egy indoka is van a bezárásnak, méghozzá az, hogy nem kötnek velük az áram vásárlása szerződést. Szerepet játszik az, hogy fölemelkedik a gázára, de időközben az oroszok leviszik 30%-kal, hogy pontosan melyik országban és mennyivel az teljesen nem tudható, mert a különböző országok és különböző cégeik külön alkukat kötnek, de feltételezhető, hogy például mondjuk az EON az igen olcsón tud energiához jutni, mert többet vásárol például, mint Magyarország. 2012. márciusában bezár szintén
a AES Tisza 2 hőerőműje. Még előtte visszakanyarodnék és elmondanám, hogy az előző erőműből, a borsodi hőerőműből, a borsodi hőerőmű az biomassa alapon működik, tehát nem gáz alapon. És hát nagyon sokféle módon úgymond a jövő energiáját kellene, hogy termelje. Szintén ugye bezár. Aztán 11-ben bezár a Kazincbarcikai, a Tiszapalkonyi erőmű, sok kis erőmű, és bezár az Emma Power erőmű, ami szintén amerikai tulajdonban van, Dunai városban. 12-ben, mint mondom, bezár a Tisza 2, indok nem kötnek velük áramvásárlási szerződést, mint az előzőkkel sem. Ez volt a negyedik legnagyobb áramtermelő erőmű Magyarországon, 2004-ben teljesen felújítják, meghosszabbítják élettartamát és környezetvédelmi engedélyét. A dolgozókat elbocsátják, ez nem érdekes. Vannak Magyarországon cégek, tele szakemberekkel, akik még mindig úgy gondolják, hogy az energiatermelésben kapacitásokat kellene felállítani és építenek ilyen erőművet. Gönyűn az EON új erőművet épít, 2011-re elkészül, és talán érdemes elmondani róla, hogy ez a legkorszerűbb magyar erőmű, vegyes ciklusú gázgőzturbinás erőmű, kibocsátása rendkívül kevés, nagyon kevés ember tudja működtetni, nagyon kis helyen elfér, és a környezeti kára is minimális. 433 megawattos. Ott ugyanazon a telken, ami nem nagyobb, mint egy nagyobb futballpálya, vagy egy kisebb stadion, tehát nem úgy, mint a vízlépcsőn, hogy 190 km keresztül, azért csak beleavatkozik az élővilágba, és hát ugye egyetlen egy ilyen blokk is kétszer akkora, sőt több, mint kétszer akkora, ott van egy bővítési lehetőség. Ez az erőmű termel áramot, de szinte semmit. A csúcsokban játszhat bele, néha egy keveset. Föl lehet tenni a kérdést, hogy mennyibe került a magyar államnak ahhoz, hogy ezt az erőművet az EON felépítse. Válasz egyszerű, semmibe. Pontosabban, akik építették, egyrészt a tőkét kintről a nagy EON-tól hozták, másrészt pedig azt is érdemes elmondani, hogy amikor valaki Magyarországon egy erőművet épít, akkor áfát fizet, embereket foglalkoztat, azoknak a különböző járulékait is fizetni köteles. 2013, a dolog még érdekesebbé válik. Százhalombattai Dunai Dunamenti hőerőmű gázturbinás blokkjai bezárnak. A GDF Suez, francia-belga világcég érthetetlenül áll, feltételezik, hogy azért, mert a pécsi vízművet elfoglalta a előremített Páva úr, rárepült ugye a vízműre, de hát most minden rendben van, mert csak ingyen adják a vizet Pécsen, és hát nem veszik figyelem, hogy elég sokat költött is rá, amúgy a GDF Suez, hogy a vízmű meglegyen. Ők veszik meg ugye a rendszerváltás után a Dunamenti erőművet, pontosabban csak a Suez, aztán később egyesül a Gaz de France-szal. 4000 ember dolgozik akkor az erőműben, ebből 2000 kapásból elbocsájtanak, de racionalizálják a termelést, szűrőket építenek föl, korszerűsítik az egész folyamatot, tehát sok pénzt költenek az erőműre, és még egy újabb blokkot is építenek oda, 220 millió eurós forrásból, amit szintén kívülről hoznak, és ez 2012-re már termel. A megtermelt áramra nem kötnek velük áramvásárlási szerződést. Ám ember nék át. Az 1800 emberből pillanatok alap 68 lesz. Ugye először 2000-ről ez lemegy 1800-ra, amíg alkudoznak, várnak valamire, és aztán marad 68, főleg biztonsági őrök, és néhány góri. De most itt a jó hír, új szelek fújnak, az áramvásárlási szerződés előbb-utóbb megváltoztatja a tulajdonosi kört, pontosabban a nem áramvásárlási szerződés, ők elkotródnak, eladják, és változik a tulajdonosi kör. Az új tulajdonosi kör, a MET, ők megvásárolják, ezt a szót idézőjelbe tettem, a Dunamenti erőmű 74,8%-át. Még egyszer szólnék ugye a Dunamenti erőműről, 1900 megawattot termel, plusz 1000 megawatt hőszolgálati teljesítménye van. Ez 25%-a a magyarországi gázüzemű energiatermelésnek.
Itt már olyan nagyok a számok, hogy szerintem is érdemes elmenni Cuba személyesen. Kérdezem ellenben, hogyha ekkora energiatermelési bázis és zavarmentesen nem hiányzik az ország energiaellátásából, mert ugye áramkimaradások azért mégsem voltak, akkor mi a francért akarunk mi építeni egy eddigieknél sokkal nagyobb és teljesen fölösleges erőművet. Ezért, hogyha van lehetőségem, akkor már csak egyetlen dologról beszélnék, hogy mennyibe kerül a paksi erőmű. Tudnék, szerintem ezzel kapcsolatosan óriási tévhitek vannak. Hallgassuk meg, két perc, mehet. Akkor két perc, 20 másodpercet kihasználom, és ha marad még lehetőségem máskor egy kérdésre, akkor majd arra válaszolok. Tehát van egy orosz kölcsön, amit a sajtó kétféle számon érint, 3000 milliárd, illetve 3200 milliárd. De a kamatköltségeket is nekünk kell kifizetnünk, az pedig 2500 milliárd. A magyar önrészt is nekünk kell megtermelnünk, és remélem, hogy nem kell rá kölcsön fölvennünk, az 750 milliárd. Valamint ki kell építeni az elektromos hálózatot. Az elektromos hálózat, amennyiben a két erőmű egyszerre működik, a jelenlegi paksi erőmű, és az újonnan építendő, akkor ki kell építeni az elektromos hálózatot transformátorállomásokkal, és mindennel együtt, ez el is kotyogta a miniszter helyettes úr, 1500 milliárdért, valamint meg kell építeni a nagy aktivitású, kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének a módját is, mert a jelenleg működő kis és közepes aktivitású tárolóhelyek erre alkalmatlanok, azokat onnan is el kell vinni az anyagokat máshova, és a nagy aktivitási hulladékra szerintem nincs is lehetőség, hogy Magyarországon ilyen kiépítsenek. Ezt 250 milliárd forintba becsülöm meg. Ezek szerint 8000-8200 milliárd forintba kerül ez az erőművrendszer. De nem igaz sajnos ez a szám, mert ez még nagyon sok minden hozzájárul. Tehát például az, hogy felmerül a kérdés, hogy a fenti költségeket adóbevételből tudjuk-e fedezni, vagy azokra is hitelt kell fölvennünk. Amiben hitelt kell fölvennünk, ennek az árát is bele kell kalkulálni az árba. Nagyon fontos, hogy a nukleáris energiára vonatkozó szabályozás változik 2015-ben az Európai Unió által, és sokkal szigorúbb szabályozást fognak bevezetni. Ezt azok az országok fogják képviselni, akik atomerőművekkel nem rendelkeznek, azokat leépítették, és jövőben sem akarnak építeni. Vagy népszavazásban elutasították ezt a technológiát. Ilyen például Olaszország, vagy Ausztria, és Németország és más országok pedig szakítanak ezzel a technológiával. Tehát ők azt fogják mondani, hogy a nukleáris energia veszi, az átjut a határokon rendkívül könnyen. Ha ti ilyet akartok építeni, ezt megtiltani nem tudjuk, de abban ellenben kötelező szabályozás lesz, hogy azt hogyan oldjátok meg. Nagyon föl fogja vinni ennek az elektromos energiának az árát, és nagyon föl fogja vinni. Még arról beszélnék csak, hogy a hosszú lejáratú szerződéseken működő nagyberuházásoknak az ára általában mindig alábecsült, és az alábecsült költségek lényegesen nagyobbak lesznek. Ez Magyarországon is így van, említkeztetnék a Margit hídra, vagy a 4-es metróra, és minden beruházásnál ez így volt világszerte is. A Rosszatom jelenleg is épít két atomerőművet Európában, egyiket Bulgáriában, másikat Finnországban. Mind a kettőnek a jelenlegi ára több mint a kétszerese, mint amit először megállapodtak, és a határidőt is már több mint 100%-kal túllépték. Mi nálunk ez nyilván nem fog előfordulni, de egy dolog ellenben biztosan előfordul, hogy miután ezt a szerződést euróban kötöttük, ezt euróban is kell visszafizetni. Amikor kötöttük a szerződést, akkor 1 euró 300 forint volt, most 305-310. Amennyiben ezen a szinten megállapodik a forint-euró paritás, akkor tulajdonképpen csak egy Dunahídnyi ár különbséget kell kifizetnünk. De amennyiben a következő években hasonló folyamat fog lejátszani, mint például 250-ről 300 forintra emelkedett az euró árát, ez egy hatodnyi különbség, akkor ellenben már 360 forintos árfolyam változással kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy egy magyar családnak 3-8 millió forintos költséget kell számolni azzal, hogyha ez az atomerőm itt Magyarországon
felépül. Köszönöm szépen! De is. Az előzménye pedig az is nagyon érdekes, hiszen tudjuk, hogy még a 18. században Belgium Anglia után a második legnagyobb európai hatalom volt, az ipari forradalomnak az úttörője. Bányák borították az ország déli részét, óriási termelés volt, élen járt az acéliparban is. A háború után még munkaerő hiány is volt, sőt, magyar bányászok is a 20-as években mentek ki Belgiumba dolgozni. A háború után pedig akkora volt a munkaerő hiány Belgiumba, hogy nemzetközi egyezménnyel Olaszországtól, Marokkótól kellett munkáskezet igényelni. Ez, holott pedig akkor már látszott, hogy a bányaiparnak kezd leáldozni a nemzetközi tőke szabályai értelmében, hiszen megjelent az olaj. A 60-as években el is kezdték bezárni a bányákat, a 80-as években bezárták az utolsókat. Óriási társadalmi megmozdulások történtek, utcai összecsapások, halálesetek és így tovább, hiszen a bányákat nem akartak belenyugodni. Ott jelenleg is szó sincs arról, hogy a bányákat újra nyitnák, de hát ennyi idő után azt hiszem, hogy az lehetetlen. Azért egy kérdés az mégiscsak eszembe jutott. Ugye olvastunk annak idején a sajtóba arról a rettentő állapotról, hogy Borsodba az emberek kimennek a hegyekbe, saját maguk ilyen lyukokat ásnak, lemennek több méter mélyből, mindenféle felszerelés nélkül hozzák fel a szenet, mert hiszen nincsen nagyon mélyek, és a hátukra zsákot visznek, és mennek le a faluba, és aradják nem tudom, hogy 300 forintért zsákját. Ezt, én azt úgy tudom, hogy ezt felszámolták, de én azt gondolom, hogy ez illegális, a továbbra is megy. Valóban a másik pedig az a szintén a kérdésem, hogy szintén Borsodban ugye arról beszélnek, hogy az embereket már toborozzák is, hogy megnyitnak egy új bányát. Mit lehet erről tudni? Köszönöm. Ennek a szakszertnek voltam 21 évig a vezetője, a bányabezárások alatt pedig a Káli titkára. Szeretnék egy pár dolgot mondani az elhangzott előadásokkal kapcsolatban. Az előadás mindannyian felkészültek voltak, de szabad legyen néhány távirati dolgot mondani. Az egyik az, hogy vervészék jobb eltel jelentek ebbe az elengetéki ivalba, mert nem azért fognak megbukni, mert az oroszokhoz nagyon közelnek, hanem azért fognak megbukni, mert az Amerikai Egyesült Államokban a palagáz olyan mértékben áll rendelkezésre, hogy ők akarnak Nyugat-Európában üzletet csinálni, és mindent megteszek annak érdekében, hogy aki ennek keresztbe fekszik, az bizony el fogják takarítani az útból. Hát ennyit a mai helyzettől. És függetlenül attól, hogy mit mond Orbán Viktor, mivel az orosz gáz irányába indult el, előbb-utóbb félre fogják rúgni az útból. Na most az ágazatot illetően. Ez az ágazat ugye nagyon kiemelkedő eredményekkel dicsekedhet, mondjuk a háború után elindította az ország újjáépítését és hatalmas sikereket ért el. Nagyon nagy sikereket ért el szakemberképzésben, mert volt időszak, mikor Dan Fiktor többet tudott az arab emészségek olajvagyonáról, mint ők maguk, vagy a Varsói szerződésben egyetlen olyan ember volt, aki tengiszt, meg a többi nagy beruházásokat elindította, ahol hatalmas sikerek voltak. Volt időszak, hogy 60 magyar fúróberendezés dolgozott csak a Szovjetunió területén, de az arab világban is. Tehát azt tudom mondani, hogy ezek a kiváló tudósok, akik nem jogi doktorok voltak, hanem akadémiai doktorok, ugye, Fülöp, nem Viktor, Kapoi sajnos, akármennyire, de ő is az, még hogyha nem is esik nekünk jól. Na most igaz ugyan, hogy elszúrt az ÖCN programot, de nem saját különbségben, hanem ez olyan politikai nyomás lehetett át az a bányáról,